Legyen szabad nap, ne keresünk annyira keveset, hát tiszteljenek valamennyire. Ez egy hetedik osztályos diák elképzelése az álommunkáról, de többségüknek fogalma sincs, milyen szakmát válasszanak. A Csongrád megyei iparkamara évek óta segíti a fiatalokat a pályaválasztásba. Ebben egy komolyabb változás a 2013-as év hozott, amikor szervezetek keretek között, finanszírozott formában kialakítottunk egy pályorientációs tevékenységet, kamarának a pályorientációs tevékenységét, amelyben a komplexitásra törekedtünk, és azt szeretük volna elérni azt, hogy egy tanulót lehetőleg minél többször elérjünk, üzemlátogatások alatt, osztályfőnöki órákon, tájékoztatás alatt, szakmai bemutatókon, nyílt napokon, versenyekre. Ilyen volt a Budapesten megrendezett Euroskills verseny is, ahol Európa legtehetségesebb fiatal CNC marói, webfejlesztői, virágkötői, meleg és hidegburkolói, valamint mechatronikai mérnökei mérték össze tudásukat. A háromnapos rendezvényre Csongrád megyéből 2000 pályaválasztás előtt álló diákot vitt el az iparkamara. Megtetszett valami? Igen, az egészségügy, mert ugye én orvos szeretnék lenni, leginkább sebész, és belenéztem így az egészségügybe, és az nagyon megtetszett. Megyénkből négyen versenyeztek is. Kovács Alexandra egy éve fejezte be a fodrászképzést, már is a legjobbak között mérethette meg magát. A versenyen mennyasszonyi frizurát kellett elkészíteni egy fotó alapján. Ez azért is fontos, hogy a fiatal lássa azt a szakmaiságot, a technikát és a valóságot, hogy mit tudhat maga mögé. És hogyha tetszik neki a fodrászat, vagy bármilyen más szakma, akkor itt láthatja, hogy meddig lehet eljutni. És lehet, hogy kedvet kap. A Euroskills-en 37 szakma 530 képviselője versenyzett. A 18-25 éves fiatalok általában előre megkapták, hogy mit kell csinálniuk, de volt, ahol éppen a spontaneitás számított. Például az ápolóknál, akiknek problémás betegek gondját, baját kellett egy játékkórházi szobában megoldaniuk. A látogatók is kipróbálhattak egy-egy szakmát. A magyar versenyzők jól teljesítettek, 27 szakmából 17-ben értek el helyezést.